Ma is egész nap járőröztek a rendőrök Horgoson, ahol a csütörtöki lövöldözés óta nem csökken a feszültség. Múlt héten illegális bevándorlók két csoportja támadt egymásra fegyverekkel. Vasárnap pedig összeverekedtek egymással a migránsok, a hatóságoknak kellett közbelépniük. A Horgosiak szerint a rendőrségi akciók hosszú távon nem oldják meg a helyzetet betört szélvédő, leszakadt lökhárító és a füves területen szétszóródott törmelék. Szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott ez a fának csapódó autó domaszék közelében. A francia rendszámú kocsi zákány szék felől érkezett, amikor egy jobb kanyarban lesodródott az útról és az árokba hajtott. Közben több akácfát is gyökerestől kidöntött. Úgy tudjuk, a sofőr migránsokat szállított, az autóban az embercsempésszel együtt kilencen utaztak. Volt ki súlyosan megsérült információink szerint többen elszaladtak a helyszínről a rendőrség keresi őket levegőből öt kettőt a levegőből hármat Itthon egyre gyakrabbak a hasonló esetek, az embercsempészet ugyanis virágzik. Idén már mintegy 1800 bűnözőt fogtak el a hatóságok, ők ráadásul egyre agresszívebbek. Nemrég az M5-ös autópályán kezdtek lövöldözni, először a levegőbe, majd az őket követő rendőrök felé céloztak. A magyar határ szerb oldalán még rosszabb a helyzet. Rendszeresek az incidensek, legutóbb csütörtökön történt lövöldözés horgoson. A migránsok gépfegyverekkel támadtak egymásra. A falu központja órákig fegyverropogástól volt hangos. A leszámolásban hatan megsérültek. A rendőrség az incidens másnapján több száz illegális bevándorlót szállított el a környékről, de a helyiek úgy gondolják, ez nem oldja meg a problémát nem is bízok benne, mert eddig is mindig visszajöttek, ha elvitték őket. Majd meglássuk. Horgoson hétfőn is egész nap tartott a rendőrök és a különleges egységek akciója. Céljuk, hogy távol tartsák a migránsokat a településtől, csak hogy hiába szállítják befogadó központba a bevándorlókat, az utánpótlás folyamatos. Ráadásul sokan elbújnak a hatóságok elől. Sokan elbújdostak, és ahogy tegnapi szabadka felé mentünk, ugyanúgy lehetett őket látni a főút mellett. Tüzet gyújtottak, ott álcsorogtak, szerintem elbújdostak, úgyhogy még sokan itt maradtak. A feszültség nem csökken, a migránsok között továbbra is sok a konfliktus. A helyiek erről a közösségi oldalakon is beszámolnak. Öt perccel ezelőtt egy ötfős migráns csapat ugrott egymásnak, én közöttük voltam, de szerencsére nem foglalkoztak velem, csak kés és fahusánk volt náluk. Adtak egymásnak jó pár ütést, a kést nem láttam, hogy betalálta, mert azzal voltam elfoglalva, hogy ne kerüljek közéjük. Fogalmazott vasárnap este egy helyi férfi, egy másik pedig arról is beszélt az ember, Megynek, hogy a bűnözés egyre inkább terjed a környéken. Mi csinálnak a taxisok? Azt csinálják, hogy leveszik a taxitáblát, és akkor úgy, szem, mint egy személy autó, úgy jönnek végig. Na most a migránsok, még most lássuk csak gyalog őket, de szereztek valahol nem biciklit. Most avval járnak, hát ha, akkor nem érti a rendőrüket, nem fogja meg őket a rendőr. Emígy, hát most már 40 éve, több mint 40 éve itt lakok, de ez egy békés utca volt. Most meg, magyarul megmondva, nem jó rakni itten. A csütörtöki lövöldözés résztvevőit még keresi a rendőrség. Vasárnap horgosan egy 22 éves magát marokkóinak valló férfit fogtak el. A környéken automata puskát, kést és egy doboz lőszert is találtak a rendőrök. De az illegális sátortáborok környékén sok eldobált okmány is hever a földön. Ezektől valószínűleg a rendőrségi akció közben szabadultak meg a migránsok. Ez az igazolvány egy magát marokkóinak valló férfié volt, keresztneve és vezetékneve szinte azonos, születési adatként pedig január 1-e szerepel, valószínűleg egyik adat sem valós, az illegális bevándorlók 90%-a ugyanis az év első napját diktálja be születési dátumként a hatóságoknak, ezzel is nehezítve a későbbi beazonosításukat.